kontroll alatt van az asztmája. Az asztmát a tüdőben lévő légutak gyulladása okozza. Különböző módon érintheti az embereket, és a tünetek idővel változhatnak. Az asztma hosszú távú állapot, amely rendszeres kezelést igényel, főleg inhalátorokat, hogy megelőzze az olyan tüneteket, mint a köhögés, mellkasi szorító érzés, zihálás és légszomi. Az asztma gyógyszereket minden nap az előírt módon kell szednie, egészségesen kell táplálkoznia, kerülnie kell az asztma ismert kiváltó okait, rendszeresen mozognia kell, ha teheti, és fel kell hagynia a dohányzással, hogy segítsen az asztma kontrollálásában. Az asztmás tünetek nem szabad, hogy akadályozzák a mindennapi tevékenységeiben. Amennyiben igen, beszélnie kell az asztma csapatával. Ez lehet a házi orvosa, a szakápoló, a gyógyszerész vagy a kórházi csapat, mivel előfordulhat, hogy új vagy más asztmakezelésre van szüksége, amelyet a rendszeres asztmagyógyszerekkel együtt kell szednie. Az asztma csapata megbeszéli önnel a legjobb kezelést, hogy mit tegyen, amennyiben az asztmás tünetei súlyosbodnak, és személyre szabott asztma cselekvési tervet adhat önnek. A kontrollálatlan asztma jelei, éjszakai ébredés asztmás tünetek miatt asztmás tünetek hetente 3 vagy több alkalommal a rohamoldó inhalátor használata hetente 3 vagy több alkalommal gyakori asztmás rohamok vagy mellkasi fertőzések. Amennyiben az összes asztma elleni gyógyszer bevétele ellenére még mindig rosszul kontrollált asztmája van, újabb kezelések állnak rendelkezésre a kórház asztma csapatán keresztül. Ezeket a szokásos asztma gyógyszerekkel együtt adják. Ezeket biológiai gyógyszereknek nevezik, és csökkentik az asztma tüneteit, illetve az asztmás rohamokat azáltal, hogy blokkolják a szervezetben azokat az útvonalakat és sejteket, amelyek tüdőgyulladáshoz és ellenőrizetlen asztmához vezetnek. Az önasztma csapata tudja, milyen nehéz néha az asztmát kezelni, és tudják, hogy sok kérdés merülhet fel. Vegye fel a kapcsolatot az asztma csapatával még ma, hogy megbeszéljék, mit tehetnek, hogy segítsenek önnek.